Bicskei Televízió műsorában a helyi Preludium Művészeti Iskola idén januártól kinevezett új vezetőjét, Súlyokné Guba Juditot kérdeztük. A négy gyermekes, több diplomás édesanya iskolatitkárként kezdte itteni pályafutását, messzebbről érkezett a művészeti nevelés közelébe. Ismerjék meg őt közelebbről. Szerintem elég sokan ismernek azért Bicskén, mert 92 óta itt élünk Bicskén. Akkor költöztünk vissza, pontosabban Bicskére. Hát a családunkról annyit érdemes azért tudni, hogy az egyik törzsgyökeres bicskei családnak vagyok a sarja. A dédszüleim négyen voltak a fiúk testvérek, és valami soha nem fog kiderülni a családi legendáriumban se. Kellnerek voltak eredetileg, és akkor, mikor a magyarosítást kötelező volt megtenni, a névmagyarosítást, akkor négy fiúból három az a karádi nevet választotta, az én nagyapám pedig, vagy én nagyapám meg a kisvárit. De hogy ez miért történt így, ezt nem tudom. Úgyhogy a vicskeiek fülének valószínűleg ismerős a karádi név is, meg a kisvári is, tehát én erről az ágról származom. És hát érdekességképpen azért azt hadd meséljem el, hogy a dédnagyapám építette családi házban, nőttem fel, és aztán 92-ben ide is költöztünk vissza. Úgyhogy igen, érdekesen visszatérnek a történet szálai Bicskéhez. Beszéljünk egy kicsit a tanulmányairól, igen. Hogy ugye több diploma is van az birtokában, és ezekről egy kicsit éred, hát honnan jött a zene szeretete? 1972-ben költöztünk családilag Bicskéről Budapestre. Édesapám a Schönhedt Zoltán kollégiumnak volt az igazgató helyettese, tehát a Műszaki Egyetem kollégiumáról beszélünk. Ami fönt van a várba, vagy fönt volt a várba, a Szent Háromság tér egy szám alatt, tehát ez a világ közepe. És ott nőttem fel, tulajdonképpen 20 évig laktunk ott. És anyukámiknak az első dolga az volt, amikor beköltöztünk, akkor volt a másodikos, hogy beköltöztünk Budapestre, ugye március valamikor, hogy felvételiztetett a rádiónak a gyermekkórusába. És azért nagy izgalommal el is mentem, énekeltem, amit tudtam, és aztán utána kaptam egy értesítést, hogy hát nagy szeretettel várnak az operaháznak a gyerekkórusába. És másodikos koromtól nyolcadikos koromig, ugye ameddig lehetett, addig az ajba a gyermekkórusba énekeltem, és hát most nem dicsekvésképpen mondom, de rendszeresen felléptem az operaháznak a színpadán, mint gyerekszereplő egyik másik operába. Úgyhogy ez egy nagyon nagy élmény volt. A Vodka Vali néni volt a kórusnak a vezetője, és ott az éneklésen kívül olyan pluszokat is kaptunk, ami a, hogy is mondjam csak, a fegyelmezettségről, a munkafegyelemről szólt, a pontosságról. Tehát nagyon érdekes, hogy a művészbejárón kellett ugye felmenni, és a próbatermünk a legfőső emeleten volt. És 4 órakor kezdődött a próba, amit egy héten kétszer próbáltunk, és hát 4 órakor becsukták a próbateremnek az ajtaját, aki addig megérkezett, az a próba volt, és 4:10 kinyitotta a Valinén megint a próbaterem ajtaját, és aki 10 percen belül még késő volt, őket is beengedték, és föl volt írva, hogy késett. És akkor háromszor lehetett késni.
és utána nem volt szabad többet menni a gyerekkórusba. Tehát, hogy nagyon keményen, nagyon szigorúan, nagyon becsületesen szerveződött tulajdonképpen a munka, és ez a fellépéseknél is így volt. Nyilván kaptunk valami kis zsebpénzt, de jó érzés volt azért ezt így gyerekként, de minden egyes új operánál, vagy amikor valamiket fel kellett frissíteni, akkor mindig meghallgatások voltak. Tehát, hogy színpadra tényleg csak a legjobbak kerülhettek. Ez egy örök tanuló pénz volt nekem akkor. És akkor az énekléssel párhuzamosan elkezdtem zongorázni is. Itthon Bicskén én próbálgattam már, tehát én már két kézzel zongorázgattam. És mentem ugye Budapesten a zongora tanárnőhöz az első órára, és akkor kérdezte, hogy hát tudok-e zongora, tehát valamit csináljak. És akkor leültem, ott pötyögtem, amit két kéz, és mondtam, hogy hát én már tudok zongorázni. Mondtam, hogy jó, hát akkor kezdjük előről, és akkor 8 évig zongoráztam. Tehát, hogy valamilyen szinten így a zenéhez kötöttem, igen. És akkor ugye középiskola, felsőoktatás? Igen, tehát én magyar történelem szakos általános iskolai tanárként végeztem az ELTE általános iskolai tanárképző karán, akkor így hívták. És nagyon érdekes, mert hát ez biztos, hogy dicsekvésképpen fog hangozni, de tehát a kollégium élet, ugye apukám ott dolgozott a kollégiumban, az egy csoda volt. Tehát a műegyetemisták között nagyon-nagyon sok művészlélek volt, nagyon sok irodalomkedvelő, kultúrált fiatalember, javarészt ugye fiúk voltak a villamosmérnöki karon, akik vidékről felköltöztek. És tehát a kollégiumi élet az nem úgy nézett akkor ki, hogy kaptak egy szobát, vagy férőhelyet a srácok, hanem tehát abban a kollégiumban működött keddenként egy mozi, rendes moziteremmel. Akkor a velem egykorúak gondolom ismerik a Várklubot. Tehát szerdánként évfolyambuli volt, pénteken kollégiumi diszkó, szombaton Várklub, hát vasárnap nem tudom, szerintem akkor is volt valami. És hát hatalmas nagy könyvtára volt a kollégiumnak, tehát én tulajdonképpen ott anyáztam. És volt még egy nagyon színvonalas szervezése, ami kifejezetten édesapámnak a nevéhez kötődött. Ez a Vári Irodalmi Presszó. Ez azt hiszem szerdánként vagy csütörtökönként volt. A kollégisták részére olyan művészeket, közéleti embereket hívtak meg beszélgetni, vagy önálló estet tartani, akik Latinovics Zoltán, Bodrogi Gyula, Nagy Bandó András, tehát csak így kapásból Eszter Gályos Cecília. Tehát voltak, és persze nyilván kislányként, meg kamaszlányként is, hát nem hagytam volna ki, de heti rendszerességgel kell ezt elképzelni. Fantasztikus évek voltak, és nagyon sokat kaptam a kollégiumtól. Tehát mondjuk az Eszter Gályos Cecília is előadta az önálló estjét, és akkor utána még ott maradt és beszélgetett a közönsége, a Sotairén. Nem tudom, tehát hogy hihetetlen élmények voltak ezek. És
Volt egy irodalmi színpada is a kollégiumnak, amit a Debreceni Tibor vezetett. Ő a nagy mogulja a gyermek, illetve az amatőr színjátszásnak. És hát ott is tag lehettem. Én voltam ugye a legfiatalabb, meg az igazgató helyettes kislánya, tehát ugye azért engem úgy pátyolgattak. De hát az is egy hihetetlen nagy élmény volt, és ugye most itt a művészeti iskolában drámai színjáték tanár vagyok. Tehát azért az a néhány év, amit Debreceni Tibor mellett eltöltöttem, azért az nagy hatással van még mind a mai napig rám. Most itt kicsit átkanyarodva ide a művészeti iskolába, amikor igazából pozícióból pozícióba lépett itt az intézményen belül, de mégis én azt gondolom, hogy itt az iskolának van egyfajta filozófiája, van egyfajta olyan belső közeg itt önöknél, akik ide jönnek tanulni, gyerekek, illetve a tanárok is képviselnek egy olyan, hát én mondhatom, irányt, ami egyedi. Igen, hát egy kicsit zavarba is vagyok, mert intézményvezetőként nagy elődeim voltak, vagy vannak. Sződi Laci bácsi volt az iskolának az alapítója, és tulajdonképpen az egész iskola az együttzenélésnek a filozófiájából nőtt ki. Tehát ez az a habarcs, ami mind a mai napig összetartja a pedagógiáját az iskolának. Csizmadia László, ugye hát a karnagy igazgatója volt az iskolának, és egy fantasztikus zeneiskolát épített. Ádám Anna Mari, tehát nekem barátom is, tehát ő pedig egy több lábon álló művészeti iskolát hozott létre. Tehát nem csak zeneiskolaként működünk ma már, hanem képzőművészeti tanszaka is van az iskolának, mondjuk ezt Etyekről kaptuk most szeptember óta, mert az Etyeki Művészeti Iskolát megkaptuk, tehát gazdagodtunk mind tevékenységi körben, mind létszámban, de hát ugye az én tevékenységem is, ez a dráma színjátszás, ez is ráépült, vagy mellette épült ki a zeneiskolai, vagy zeneoktatás mellett. A néptáncot elkezdtük, tehát több lábon áll az intézmény ma már, és hát ez egyértelműen a Marinak a tevékenységéhez köthető. Igyekeztem persze nyilván igazgatóhelyettesként támogatni az ő törekvéseit, tehát ezt szeretném ezt a vonalat kiteljesíteni. Ugye van a pályázati lehetőségek, az intézmény is él vele, illetve olyan programok, amelyeknek nem csak múltja, de jövője is lesz. Hát most mi zajlik itt az intézmény falai között? Van egy már beérett összművészeti tevékenységünk. A pályázatokat említette, tehát évek óta próbálunk több-kevesebb sikerrel, inkább több sikerrel pályázni a Nemzeti Tehetség program keretében. És ezt a komplex tehetséggondozó tevékenységet, ezt szoktuk megnyerni. És hát a bicskeiek biztos emlékeznek rá, tehát nagyon szép kis előadásokat tudtunk a gyerekekkel összerakni, ahol hát egy ilyen zenés, szabadtéri előadást képzeljen el, ahol a gyerekek csinálják meg tulajdonképpen a műsort, nyilván tanári segédlettel. Ők vannak a színpadon, ők szerepelnek, ők zenélnek, ők készítik a díszleteket, és akkor ami kijön a végeredményképpen, az egy ilyen nagyon megható, nagyon szép előadás szokott lenni. Úgyhogy ezt mindenféleképpen szeretnénk a továbbiakban is
csinálni. Idén nem sikerült pályáznunk, de tehát ebbe a komplex tehetséggondozó programba eleme nyert 800.000 forintot technikai megvalósításra, tehát erősítőket, mikrofonokat, világítástechnikát nyertünk ennek az összművészeti tevékenységnek a megerősítésére, meg a megjelenésének a tökéletesítésére. Tehát hála Istennek azért ebbe az évben is volt előrelépés. Sajnos hát azért a Covid az pont ezt a tevékenységet hátráltatja. Tehát itt egy csoportos tevékenységre, akár az együttzenélést említettem a korábbiakban, vagy ezt a bizonyos összművészeti tevékenységet, ezt nem segíti. Tehát kollégáim nagyon professzionális módon átálltak egy hétvége alatt arra, hogy digitálisan oktassanak. Különböző platformokat találtak, hangszerfüggő is, hogy melyik hangszer, melyik platformon tanítható. Tehát, mint tudom én, van olyan, amit csak a Viberen mert van. Hála Istennek ez működik. És lehet ezt is élvezetesen csinálni. Ön is, mint édesanyja. Ugye a zene szeretetére, illetve a művészet szeretetére szeretnék utalni. Mit tanácsol azoknak, akiknek felvetődött már otthon ez, hogy már pedig a gyereket be kell iratni zeneiskolába, mert ott csak jót tanulhat, jó irányba haladhat. Mit ad az intézmény, illetve miben lesz kicsit több az, aki zenét tanul? Épp a napokban került a kezembe egy forgatókönyv, a gyerekekkel együtt raktuk össze. Van egy hagyományos rendezvénysorozatunk, a Preludium 7. És akkor elmegyünk óvodákba, meg az alsó tagozatba, és bemutatkozunk. És meghívjuk ide az óvisokat nyílt napra. Tehát meg szakmai programok is vannak benne. Tehát ugye ez egy nagyon jó kis hét szokott lenni. És az egyik ilyen előadás, tehát amikor próbáljuk motiválni vagy toborozni inkább, csak hát jó, ügyesen beszoktuk azért csomagolni, ilyen zenés hangszerbemutatót tartunk. És az egyik ilyen előadást, mondom, a gyerekekkel, a dálmásokkal raktuk össze, és arról szól, hogy a kislány, a főszereplő nem tudja az anyagot, tehát fizikából, matekból, nem tudom, valamelyikből, és hogy hát elkezdett neki nagyon fájni a gyomra, a hasa belázasodott, és akkor az orvos fölírt neki egy receptet, amit ki kell váltani ugye a gyógyszertárba. És akkor a gyógyszertáros néni, a gyógyszerész néni ad neki egy nagy borítékot, amiben több kis boríték van, hogy hát ezt bontsa ki, és akkor itt van a gyógyszer. És nem mondom el végig, de hogy az első, hogy a nagy borítékban az van, hogy menj a Preludium a művészeti iskolába, mert ott minden gyerek mosolyog. És akkor utána jönnek a következő feladatok, amit ugye hangszer bemutatásra is fel tudunk használni. Tehát nálunk jól érzik magukat a gyerekek. Tehát egy olyan légkör van, hála Istennek, itt az intézményen belül, ami elvárható mondjuk egy művészeti iskolától. Tehát nagyon sok esetben tényleg feltöltődnek. Majd meg fogom mutatni, van egy társalgó részünk, hogy gyerekek inkább jönnek korábban, és akkor itt írják a leckét. Tehát szól azért a zene, nagyszerű kapcsolatuk van a gyerekeknek a pedagógusokkal.
sok esetben, ugye ennek irodalma is van, az a gyerek, aki zenét vagy bármilyen művészeti tantárgyat tanít, az jobban tud teljesíteni az iskolában. Tehát, hogy olyan agyi pályákat mozgat be, illetve olyan érzékenységet fejleszt a művészeti nevelés, meg maga a művészet is, ami páratlan. Úgyhogy hát én a saját gyerekeimben is tapasztaltam, ugye nekem mind a négy gyermekem ide járt, meg még a legkisebbik még most is jár. Kevesebbet kaptak volna gyerekkorukban, hogyha nem járnak ide. Tehát én hamarabb kötöttem szülőként ehhez az iskolához, mint munkavállaló. Eltelt az első negyed év. Ugye bízunk benne, hogy itt a járványügyi intézkedések enyhítésére kerülsége, visszaáll a régi élet. Mik a tervek? Hát én nagyon komoly terveket írtam a vezetői programomba. És remélem, hogy az a néhány év, amíg ugye a megbízatásom szól, az elég lesz arra, hogy mindezeket megvalósítsam. De Micskélyek tudják, hogy ugye itt a református templomnak a tövében van az épületünk, a helyi védelem alatt álló idős épület, és hát 70-valahányban volt a legutolsó fejlesztés, ilyen nagyobb fejlesztés, amikor épületfelújítás, inkább így mondom, amikor a Vajda gimnáziumnak a kollégiuma lett az épület. Aztán 11-ben költözött át az iskola a mostani polgármesteri hivatalból ide, akkor tulajdonképpen történtek átalakítások, meg felújítások az épületen belül, de az akkori városvezetés is akkor, tehát úgy gondolta, hogy ezt most meg kell lépni, de hogy az épületet nagyobb átépítésre, felújításra szemelte ki, vagy tervezte be. És hát most én beírtam ugye hát a programba, hogy ez halaszthatatlan. Tehát az energetikai korszerűsítéstől kezdve a 21. századi művészeti iskolának való megfelelés érdekében is lépni kell. És hát most ott tartunk, hogy egy előzetes költségvetést sikerült összeállítani műszaki fejlesztésre, meg energetikai fejlesztésre. Mi itt az iskola részéről összeállítottunk egy olyan fejlesztési tervet, nyilván így épületszerkezetileg lebontva is, ami bekerült ugye ebbe a tervbe. Várjuk, hogy polgármester asszony, illetve a tankerületi igazgató úr úgy volt, hogy még így a pandémia előtt mi le tudunk ülni hármasba, és akkor ezt összerakjuk. Ez most a helyzetre való tekintettel nyilván tolódik, de tehát remélem, hogy azért egy pár héten belül le tudunk ülni, és akkor össze tudjuk rakni, hogy mi az, ami nagyon feltétlen szükséges, illetve milyen pályázati lehetőségek azok, amik mentén el tudunk indulni. Tehát elég ígéretesnek tűnik most ez a mostani helyzet. Én nagyon eltökélt vagyok benne, hogy ezt véghez is vigyük. Szuper. Egyrészt. Tehát hogy ez a megalapozottsága a szakmai munkának. Szuper. Tökéletes. De azon kívül meg hát nagyon jó híreim vannak, mert a Lajtaház, ugye ez most épül. Az egy
elmondhatatlanul színvonalas beruházás, ami szerintem országos spektrumú, és képviselő úrral beszéltünk arról, hogy telephelyként is működhetne, tehát a mi iskolánk telephelyeként működhetne. Ugye nálunk van népzeneoktatás, néptáncoktatás, a népjének, tehát hogy hangszeres oktatás, és adja magát, hogy egy ilyen, igen. Tehát, hogy ez a kötődés, ez a kötöttség, ez tartalomnak töltődjön meg. Vezetőasszonnyal az interjút követően körbejártuk az épületet, és terveiről mesélt. Ígérjük, lesz folytatás. Beszámolunk a történésekről. Kedves nézőink, Portré című magazin műsorunkat látták, ahol igyekszünk hétről hétre közismert bicskei lakost bemutatni. Köszönjük meg tisztelő figyelmüket! Bicskei roma tanodában jártunk, amelynek kapuját soha nem zárják kulcsra, ahol Kerecsendi Kis Márton révén 1938-ban az ország első cigányiskolája került átadásra, és ezt immáron emléktábla is hirdeti. 2012-ben megkapta az épületet a roma önkormányzat, majd mintegy 30 millió forintos elfordítással és önkormányzati támogatással létrehozták a tanodát. Ennek során teljesen megújult az épület belseje, akadálymentesítve lett, új bútorzatot kapott, számítógépeket és hangszereket vásároltak. A helyi roma ügyek intézésében, szervezésében élenjáró Németné Horváth Nikolettát, a hátrányos helyzetű és nehéz sorsú emberekért közalapítvány elnökét kérdeztük az aktualitásokkal kapcsolatban. A tanoda 2013 óta működik ezen a helyszínen. 2013-ban kaptuk meg ezt az épületet, amit akkor teljes felújítással kaptunk erre a célra. Pályázati forrásokból működünk folyamatosan, volt néhány átmeneti időszak, amikor nem volt pályázatunk, akkor Bicskeváros Roma Önkormányzata és Bicskeváros Önkormányzata közösen vállalta a fenntartást. Itt folyamatosan az iskola időszakban hétköznaponként 4-től este 7-ig oktatás folyik. A gyermekeknek egyére szabottan fejlesztés biztosítanak a pedagógusaink, és 40 szerződéses gyerekünk van, akiknek minden napi programjuk is, illetve minden fejlesztésük a pályázathoz előírtan vezetve van. Ez az egyik része a dolognak, és ezen kívül a 40 gyereken kívül sokkal több gyerekünk van, mert ugye kis testvér, nagy testvér, aki segítségre szorul, vagy csak szeretne a programokon részt venni, azok is jelen vannak. Nem mindig egyszerre van itt az összes gyerek, hanem ez önkéntes alapon van, tehát ők a hét, 2-3 napján jönnek ide délután, és élnek a lehetőséggel, hogy segítsünk nekik. A tanodához nem csak gyerekek, hanem családok is valamilyen szinten kötődnek. Kik azok, akik igénybe veszik a segítségeteket? A város lakosságának körülbelül 10%-a, akit mi romának gondolunk. Leginkább azok veszik igénybe a tanodai segítséget, akik itt a Péró nevű városrészben laknak, mert hogy az elhelyezkedés is ezt erősíti. Ugye mi a Péró szélén vagyunk, a régi, úgymond cigányovoda helyén. Ez az épület mindig is egy oktatási helyszín volt. Kerecsendi Kis Márton itt alapította az első cigányiskolát, mi úgy gondoljuk az országban az elsőt, aztán óvodaként funkcionált, tehát ez a 60-as években nem is okozott problémát, mint az ország más részein, hogy óvodához szoktatni a romákat, mert hogy ez itt nem volt kérdés, itt volt a telep szélén, ugye közvetlen ismerős volt a Dadus néni, minden nap találkozott az óvónénivel, és szívesen hozta ide a gyereket a szülő. Aztán 2011-ben volt egy átfogó integrációs program a városban. Akkor ez az óvoda már nem volt korszerű, nem volt felszerelt, tehát beintegráltuk a többi óvodába a gyerekeket. Ugye van még 3 másik nagyon jól felszerelt óvodája a városnak, és akkor jött az ötlet, hogy mit csináljunk itt ezzel a helyjel, és úgy adódott a lehetőség, hogy pályázatból tanodát nyitunk ide, és
ugye itt a környékbeli gyerekek akkor még olyan idősek voltak, akik ide jártak óvodába, és akkor nagyon szívesen jöttek ide tanodába. Most már ezek a gyerekek ugye felnőttek, mert közel 10 év távlatába beszélünk. És akkor ez természetes volt, ha a nagy jön, jön a kicsi is, és akkor így most már lassan automatikus, hogy mindenki, aki iskolába megy, aztán jön a tanodába is. Biztosítotok a gyerekeknek nyaralási lehetőségeket, illetve különböző programokban való részvételt? Itt a tanodában igyekszünk minden ünnepkört méltóan megünnepelni. Itt például gondolok arra, hogy karácsony előtt folyamatosan játszóházat kézműves foglalkozással működtetünk, amit nagyon szeretnek a gyerekek, hogy egy ilyen ráhangolódás az ünnepre. Ugyanezt próbáljuk a húsvéti ünnepkörrel is, amikor nincs ez a pandémiás helyzet. És aztán ugye van az a nagyon hosszú nyár, amikor valamit mindenki szeretne csinálni. Éveken keresztül a bicskei üdülőtáborba, Zánkán táboroztunk, amit nagyon-nagyon szeretünk, és a gyerekeink nagyon magukénak érzik. A tavalyi helyzet egy speciális helyzet volt, mert akkor nem tudtunk ott alvos tábort rendezni, úgyhogy azt úgy oldottuk meg, hogy akkor nézzük meg, hogy hol élünk, tágabb környezetünket itt Fejér megye és a szomszédos megyékbe szerveztünk minden nap kirándulást, ugyanúgy teljes ellátással, és akkor reggel mentünk, este jöttünk, de azt is nagyon szerették a gyerekek. Ti mennyire őrzitek a hagyományokat? Illetve mik azok a egyéni emlékezések, amiket ültök? Mi itt Bicske városában most már évek óta rendezzük a bicskei városi romanapot. Itt igyekszünk a város egészét megszólítani, ami egyre jobban sikerül, mert most már a rendezvényeken közel 1000 fő fölött van a résztvevők száma. Itt elég tága a programkínálat, ez egy egésznapos rendezvény, minden ingyenes a résztvevőknek, gyerekprogramok, illetve színpadi programok, és amit még nagyon kiemelnék, és nagyon szívesen vesznek részt az emberek rajta, ez a főzőverseny. Tehát volt olyan év, hogy 60 csapat jelentkezett főzni. A zsűri az kiakadt ettől egy kicsit, de nagyon szeretik az emberek. És akkor ez egy ilyen teljes családi nap, tehát kivonul az egész család, a gyerek el van az ugrálóvárba, anyuka, apuka főzöget, és akkor közben a színpadon próbálunk minél több jeles előadót meghívni, és akkor itt az egész romai zenei skálát próbáljuk. Tehát van a hagyományos vonószenekar, aztán vannak az internetről ismert sztárok, vannak a tévéből ismert sztárok. Hát itt az anyagi forrás szab ennek csak határt, hogy ki az, akit meg tudunk hívni, de próbáljuk minden évben egyre színvonalasabbá tenni a rendezvényt. Nagyban hozzájárul a város vezetése a régiónak, illetve ennek a Péróváros résznek a fejlődéséhez. Ti hogy látjátok itt a helyi cigányságnak a sorsát, illetve arra szeretnék kiukadni, hogy a munkalehetőségek tekintetébe azért egyre többen, én azt gondolom, hogy sikerül elhelyezkedniük. Bicske város szerintem szerencsés alapjáraton a fekvése miatt, tehát amikor munkalehetőség adódik itt a környéken, tehát Budapest, Tatabánya minden bejárható távolságon belül van, és ez régebben is így volt, tehát itt mindig dolgoztak az emberek. Én azt látom, hogy most is, ahogy a gazdaság elindult, úgy szűnt itt is meg a munkanélküliség, illetve a közmunkások számán is lehetett ezt látni, hogy volt úgy, hogy voltak olyan évek, hogy közel 100 közmunkása volt a városnak, most azt hiszem talán 8-10 fő, úgyhogy egyre többen találnak vissza a munkapiacára, illetve nagyon sok nő is dolgozik, tehát az nagyon előnyös egy családnak, mikor mindkét szülő talál munkát, és egy biztos megélhetésük van. Itt azt látom problémának, hogy amikor leépítések vannak, akkor általában a szakma nélküli emberek azok az elsők, akik elvesztik a munkájukat, de a városnak, illetve a roma önkormányzatnak nagyon sok törekvése van erre is, hogy szakmát szerezzenek a felnőttek is, tehát nem csak a gyerekek, hanem a felnőttek is. Volt itt egy, illetve folyik még egy toppos pályázat,
amiben rengeteg képzés volt. Volt a targoncástól a biztonsági őrig, női szakmák, konyhai kisegítő, bolti eladó, tehát rengetegen végeznek el felnőtt fejjel is szakmát, amit én nagyon szerencsésnek tartok, és azt gondolom, hogy ez kiút lehet a munkanélküliségből. Mit gondolsz, mi várható még erre az évre, és mik a terveitek? A terveink közt szerepelnek a hagyományos rendezvényeink, amiket évek óta rendezünk, ha csak a vírushelyzet nem írja ezt felül, tehát szeretnénk ugyanúgy romanapot, táborozást is szeretnénk. Elindítottuk még a Nótaes nevű programot, amiből itt a vírushelyzet miatt csak egyet tudtunk még eddig megtartani. Ezt a művelődési házba szerveztük, ez nem itt volt kint, ahol az idősebbeket szerettük volna megszólítani, ezeket a rendezvényeket inkább nekik szerettük volna, mert ők azok, akik jobban be vannak zárva ide a közösségbe, tehát ők már nem mennek el Budapestre egy koncertre, vagy nem utaznak el bárhova bármit megnézni, de ide a művelődési házban nagyon szívesen eljönnek, és ez inkább az ő ízlésüket szolgálja ki, de nagyon sok fiatal is részt vett. Ugye ott a befogadó képesség az korlátozott, tehát itt ingyen jegyet kellett igényelni, a rendezvény ingyenes volt, de regisztrációhoz kötött. A Bicskei Tanoda munkatársai segítséget adnak minden korosztálynak, akiknek nincs lehetőségük, vagy nem tudják használni a védőoltások kapcsán az internetes regisztrációs rendszert. Ez idáig már 50 főnek segítettek a regisztrálásban. A gyermekek iskolai felzárkóztatását segíti az immár több éve működő Roma Tanoda, mely hamarosan, reméljük újra érdeklődő tekintetekkel lesz tele, és zavartalanul működhet a hátrányos helyzetű gyermekek jobb életének elősegítése érdekében. Az MB3 nyugati csoport 30. fordulójában a Bicskei TC hazai környezetben fogadta a Videoton második számú csapatát. Az előző fordulóban a Bicske 2-1-re maradt alul Mosonmagyaróváron, a Vidi a Nagykanizsától kapott ki szintén 2-1 arányban. A mérkőzés játékvezetője Kubicsek Máté volt. Csordás Csaba nem változtatott a szerdán Mosonmagyaróváron kezdett csapatán, amely így a Kertész, Kákonyi, Radó, Vékony, Lencsés, Mlinárcsik, Denzinger, Farkas, Varga, Penlik sötét összetételben kezdett. A MOL-Fehérvár FC tartalék csapatában helyet kapott a rutinos Elek Ákos is. A kezdésre szakadó esőben került sor. Az első veszélyes akció a fehérvári Kojnok veszélyes beadása volt a második percben, de Kertész a helyén volt. A negyedik percben gyors Bicskei akciót hozott, ám Penlik beadás helyett visszagurított az érkező Denzingernek, aki rosszul vette át, így oda lett a helyzet. Újabb két perc elteltével Major végezhette el szabadrugást 32 méterről, a védelem szögletre mentett. A szögletből visszafejelt labdát Horváth bolintott a nagy helyzetben a jobb kapufa mellé. A 13. minutumban Kojnok kezdezése után kontrázhatott a vendégcsapat, a hazai védelem csak nagy nehézségek árán tudott menteni. Csúszós talajjal szemmel láthatóan sok nehézséget okozott a csapatoknak, számos labdavesztés akadályozta meg a folyamatos játék kialakulását. A 16. percben Horváth 25 méteres szabadrugása csattant a felső lécen, az ismétlő fejest Kertész már fogta. A 24. percben Tóth lőtt méterekkel mellé, két perccel később Tóth hibázta el maga meccslabdáját, amikor egy jobboldali beadást 6 méterről fejelt centikkel mellé. Egy perc múlva a Bicske kontrázott, Farkas Éles beadását a vendégvédők kivágták. A 30. percben egy előrévelt Bicske szabadrugást Mlinárcsik az ötös sarkáról lőtt mellé, lehet, hogy a centerezés jobb megoldás lett volna. A 34. percben az igen aktív Farkas a felező vonalnál szerzett labdát, közel 50 métert vitt a jobb oldalon, azonban beadására senki sem érkezett. A 40. percben a hazai védő Mlinárcsik letaglózásával zárult egy vendégszöglet, 3 perc múlva pedig Horváth ugrott ki a bal oldalon, éres lövését a jól kimuzdoló Kertész hárította. Szünetben a csökkenő fényviszonyok miatt a világítást is bekapcsolták, talán ez is segített a második félidőig gólzápor kialakulásában.
A 47. percben Denzinger lőtt 22 méterről, amelyet a védők blokkoltak, egy perc múlva horvát kezdődése után Farkas 17 méterre szabadrugása vágódott ki a sorfalról. Az 52. percben egy lapos pörgetése vetődött jól a hazai kapus, majd Kojnot jól megforgatta védőjét, 10 méterről lőtt, de Kertész ezúttal is mágnesként működött. A frissítő cserék jót tettek a mérkőzésnek. A 63. percben Kürti előreívelését sötét késtel az ötösön, pedig csak egy kis csúsztatás hiányzott volna. A Bicske kezdte átvenni az irányítást a mérkőzésen, éppen ezért volt váratlan a 64. percben a MOL Fehérvár vezetése. Jól adogattak a 16-os vonalánál a vendégjátékosok, végül az üresen hagyott Horváth 13 méterről ballal lőtt a jobb felső sarokba. Gyorsan jött a hazai egyenlítés, a 69. percben Denzinger vívott meg egy kipattanóért, 17 méteres lövése egy védő lábát is érintve, vétetetlenül vágódott a jobb alsó sarokba. A 79. percben újra vezetett a Fehérvár, amikor Dékei 15 méteres lövése és védőlábat érintve jutott a kapuba. Kertész tehetetlen volt. A hadsárgal a pármát elkerült a piros is, mégpedig a hazai kispadnál Csordás Csabát küldte a játékvezető, rövid időn belül adott két sárgalappal a lelátóra. 83. percben egy előreívelést Kürti jobbról, ballábbal a 16-os sarkáról bombázott iszonyú erővel a kapuba. A hagyományoknak megfelelően ezúttal is volt védőláb a lövésben, ezáltal 2-2-es eredményt alakítva. Egy perc múlva Kürti került lerántásgyanús helyzetbe a büntető területen belül, a második játékrészt nehezen kezelő Kubicek, sípja azonban néma maradt. Folytatott a Kürti pillanatai, aki 85. percben a mennybe mehetett volna, abszolút zicserben 14 méterről dalába lőtt. Mindkét gárda nyílt sisakkal finiselt a győzelemért. A 91. percben egy előrelöbbölt labdába az egyik fehérvári védő kézzel ért bele, Kubicek nagyon határozottan rámutatott 11-es pontra. A 92. percben hosszabbítás utolsó másodperceiben a rutinok sötét állt a labda mögé, és dalát elfektett a lőtt a büntetőt a jobb felső sarokba, ezáltal kialakítva 3-2-es végeredményt. A hazai csapat megérdemelten tartotta itthon 3 pontot, visszavágva az őszi vereségért. Óriási meccs volt, te hogyan értékeled a találkozót? Hát ugye azért az első fél időben nagyon lehetett érezni, hogy ez a héten már a harmadik mérkőzésünk volt, nagyon jó kezdett az ellenfelünk, nagyon jó ritmusba futballoztak, nagyon nehezen éreztünk rá a váltásokra, nehezen éreztünk meg, hogy kinek mi a feladata. Nagyon jókor jött ugye nekünk a fél idő, én úgy érzem, akkor ott rendezni tudtuk a sorainkat. Igazából amit kaptunk első gólt, ez egy abszolút elkerülhető szituáció volt, de most már, hál' Istennek még egyszer azt tudom mondani, a Moson-Magyaryvári mérkőzés után, hogy a második fél időben emberfeletti melót beletett a csapat, igazi csapatként küzdöttünk, szemészett gólokat rúgtunk, és én úgy érzem, hogy a végén a megadott 11-es az már nagyon érett, mert előtte is már volt kettő olyan vitatható szituáció, ami abszolút elvárható lett volna, hogy legalább az egyiket befújják. Én azt mondom, hogy a csapat ma 10-esre vizsgázott. Említetted, hogy másik fél időben most is jobban játszott a csapat, csak úgy, mint Moson-Magyaryváron. Milyennek az oka? A szünetben alapos fejmosás, taktikai megbeszélés, vagy ezt tudják a játékosok? Inkább azt mondanám, hogy az igazi arc a csapatnak ez való, ez a másik fél idei történet, csak nyilván azért itt az elmúlt heteknek, amiről már régebben is beszélgettünk, sok mindenen átmentünk, most kezdünk eljutni odáig, hogy megvan a csapatnak úgy a gerince, hogy tényleg fizikálisan, mentálisan abszolút rendben vagyunk, és ezeket a mérkőzéseket most már tudjuk, hogy hogyan kell megnyerni. Én azt mondom, ahogy most megyünk itt a véghajrá majd bele, ezekben a dolgokban még erősebbek leszünk, és én úgy érzem, hogy még több mérkőzés meg fogunk tudni nyerni. Csak a kétszer vezetett az ellenfél, ugye 0-1, 1-2, 2-2 és 3-2, hitté még akkor is, amikor ők vezettek, hogy megnyerhetjük ezt a mérkőzést? Hát ővel sütött a legjobb, hogy már első percről kezdve ezt beszéltük, hogy én abszolút hittem benne. Nyilván tudtam nagyon jó, hogy a videóton egy nagyon jó csapat, képzett csapat, taktikailag nagyon fegyelmezettek, nagyon jó futballt is játszanak, de mondom, amit az előbb már nem szeretném még egyszer ismételni, hogy tartásból, mentális erőből nagyon nagyot vizsgáztunk, és aminek külön büszke vagyok és örülök, hogy ahogy ugye az előző mérkőzésen Kürti Zsoltit például bíráltam a butasága miatt, most ugye hatalmasat futballozott, nagyon jó szállt be, ugye ez az igazi arca ő nála is, úgyhogy remélem most már átszakadnak azok a gátok, és
amiről mindig beszéltünk, hogy vannak értékes futballistáink, azok most már eljutottak mindenféle szinten úgy, hogy most már mindig plusz fognak tudni hozzátenni, úgyhogy le a kalappal a csapat előtt. A mérkőzés helyvében ez érthető, hogy egy edző főleg végig koncentrál, de te két sárga lapot kaptál, miért? Hát ugye eleve, hogyha azt nézzük, hogy az egész labdarúgó karrierem még 88-ban kezdődött, az egész pályafutásomat egyetlen egy piros lapon volt, edzőként még soha bűvös életben még nem, hogy sárga lapot, vagy piros lapot, még sárga lapot sem kaptam, hát az első lapot azt azért kaptam, mert egy álló játékhelyzetben azt állította a játékvezető, hogy beléptem a pályára, ez nem igaz, a zónán kívül álltam egy méterre, de nem volt játékban a labda, ezért kihívták, megkaptam, elfogadtam, utána amit már utaltam rá, volt 2-11-es gyanús szituáció, szerintem egyértelmű volt, amikor az ellenfél kezére pattant a labda, és odafordultam a partjelzőhöz, aki tőlem 30 méter volt, és megkérdeztem, hogy miért nem segítesz, és emellett fel a zászlódat, mert úgy ítélték meg, hogy ez sunya volt, és odajött másik sárgával. Következő mérkőzésünk, Nagykanizs ellen, mi várható? Hát ugye, ahogy nézzük a tavaszi szereplését Nagykanizsának, ugye nagyon jó szerepelnek, rengeteg gólt rúgnak, nagyon jó támadókat itt játszanak, ismerek több játékost is az ellenfélben, ráadásul a vezetőedzőt is ismerem, nagyon jó edzőnek tartom, biztos vagyok benne, hogy amilyen jó állapotban mi oda fogunk menni, és ők amilyen jó sorozatban vannak, egy közösség szórakoztató jó mérkőzés lesz, nyilván csak azoknak, hogy láthatják élőbe, most nekem is meg kell majd oldani azt, hogy valahogy élőbe láthassam a csapatomat, mert ugye a jelleg biztos tiltva. Hát, jó, hát én sok sikert kívánok csapatunknak, és további jó játékot. Köszönöm szépen az interjút. Nagyon szépen köszönöm. Gratulálok a csapatod játékához, de vereség lett a vége. Hogyan értékeled ezt a találkozót? Köszönjük szépen. Én is úgy láttam, hogy az egész mérkőzésen ugye nálunk volt a labda. Szerintem a labda birtoklása 80-20 volt. Az ellenfél, amire készültünk is, csak ugye osztólabdákkal operált. Ezeknek a második labdának a fölszedésükből próbáltak meg lehetőségeket kialakítani. Ezt nagyjából egy 80 percig sikerült is árítanunk. Utána azonban az utolsó 10 percben a fiatal labdarúgóim rutintalansága is közrejátszott abba, hogy az utolsó 10 percet már nem tudtuk 2-1 után megoldani. Hát igen, ez a rutintalanság. 4 darab 2004-essel állok fel minden héten a kezdőben. Nagyon tehetséges fiatalokról van szó egyébként. Szeretném őket tovább építeni. Ez egy ilyen mérkőzés volt, nem kell lógatni a fejeket. Úgy gondolom, hogy tényleg jó úton vagyunk, jól fociztak ma is a fiatalok. Az a pici rutin, az a pici plusz hiányzott a győzelemhez ma, ami az utolsó 10 percben nem jellemzett minket. Mégis mit mondtál a szünetben a játékosaidnak? Hát az, hogy mivel az ellenfél teljesen visszaállt, tehát 10 emberre védekeztek, szokták mondani, letolták a buszt a kapu elé, ezért gyorsabb forgatásokra törekedtem, nagyon zárta volt az ellenfél, a zónák között nem igazán tudtuk felvenni a labdákat, de így is nekünk volt első félidőben is helyzetünk. Egy oldalbeadásból a fiatal csatárunk sajnos mellé bólintotta. Ez a futball, ezekből a mérkőzésekből tanulni kell mindenkinek. Elég szoros itt a hátsó bolyban a mezőny, de nem lesznek kiesési gondjaitok, ugye? Hát nagyon bízom benne, van még 8 meccsünk, vagy 7 meccsünk, mindenképpen a hazai meccseinket húzni kell, idegenben meg megpróbálom mindenképpen helytállni, de mondom még egyszer, ma is tetszett a csapatom játéka, 2 szép gólt rúgtunk, úgyhogy nagyon bízom a bennmaradásban. Gratulálok még egyszer, és további sok sikert kívánok nektek. Nagyon szépen köszönjük, mi is viszont kívánjuk. Következő mérkőzésre április 25-én vasárnap 17 órakor kerül sor a Nagykanizsa otthonában szerepel a BTC.